Újvári Imre polgármester Tiszafüred város önkormányzata nevében július 9-én köszöntötte Hunyadi Istvánné Bodó Máriát 95. születésnapja alkalmából. Ugyanerre a napra szervezték meg a családi ünnepet is, hiszen a veszélyhelyzet miatt a távol élő gyermekek sem látogathatták meg édesanyjukat. A hivatalos köszöntő után a születésnapi torta mellett egy vidám terefere kezdődött el, ekkor beszélgetett munkatársunk Panika nénivel egy másik szobában. A 95 éves, a mai napig fiatalos és egészséges Marika nénit Újvári Imre polgármester köszöntötte, aki átnyújtotta az ünnepeltnek azt az emléklapot, amely a társadalom tiszteletét, elismerését fejezi ki az ünnepelt 95. születésnapja alkalmából. Ezt követően az életrajz ismertetésére került sor. Bodó Mária 1925. április 20-án született Egyeken, hetten voltak testvérek, így nagy családban nőhetett fel. Egyek félhamon lakott, majd 1946-ban házasságot kötött Hunyadi Istvánnal. A házaspár Kócson és a környékbeli Tanyákon is élt, majd 1976-ban költöztek Tiszafüredre. Együtt építették fel azt a házat, amiben Marika néni a mai napig él. Öt gyermekük született, István, Mária, Julianna, János és József. 13 dédunokája és 2 ükunokája van. Marika néni a kertet a mai napig egyedül műveli, alig fogad el segítséget a családtól. Az ünnepség egy közös fénykép elkészítésével, majd az önkormányzat ajándékainak átadásával folytatódott. Az ünnepelt Marika néni szívesen mesélt fiatalkoráról, a házépítésről, a családról a Phoenix televízió kamerája előtt. Ezt a beszélgetést láthatják most, kedves nézőink! Drága Marika néni, olyan jó, hogy ilyen jó egészségben, meg vidáman találkozunk ismét. Hát ez az 5 év az eltelt szépen, és most már egy szép 95. születésnapot köszönhetünk. A 5 évvel ezelőtt is beszélgettünk röviden erről, arról, kertről, betegségről, fiatalkorról, de akkor keveset beszélgettünk a családról. Meséljen már nekünk, hogy kerültek össze a Pistával. Hol laktak akkor? Hol történt az ismeretség? Tanyán laktunk. Kis tanyán laktak. Melyik tanyán? Én a Fejhalomnál laktunk. Igen. Ott nevelkedtem fel is. Ottán még már mentünk több helyre is, már a férjemmel több helyen is laktunk. Ottán, mit akarok mondani? Az ismeretség hogy történt? Igen, megismerkedtünk, azt akkor 46-ban megesküdtünk. 46-ban, ahután lettek a gyerekek, 5 gyermekem van, szépek, jók, szeretnek. Csak egy fiam nem jött el, emeldik itt voltak, de nem jöttek el. Nem baj, hát ha majd délután van. Hát este. Nem tudom, lehet, hogy elmenni dolgozni, vagy nem tudom mi. Meséljen már nekem az összekerülésükről. Hogy kerültek össze, hogy udvarolt a Pista, meg aztán, hogy hova költöztek? Ja, hát az nem adta volna simenni, azt mondta, hogy ti vagy a legszebb a világon. No. Tudod szépeket mondani? Igen, azt meg jó ember is volt, ugye. Megismerkedtünk, jártunk oda Patkosba, nem tudom, tetszik itt, ott mulatgattunk minden olyan szépen, oda jártunk. Hát, más meg a gyerek meg. Szeretnek, mert nem csak mondani, szépen éltünk 5 gyerekkel. Amikor összeházasodtak, akkor hova költöztek? Jaj, mindjárt anyára mentünk. Tanyára? Tanyára. De milyen házba vettek? Házat vagy béreltek? Nem, akkor még nem vettünk házat, hanem ott laktunk azt mondja a Kócson sokáig. Ahután már tudtunk egy kis házat, hogy még akkor autó volt, 8-10-re egy kis szobakonyhát tudtunk venni. Abba laktunk, autószul születtek a gyerekek, aztán autóan dolgozgattunk, amikor már felvettek, volt földünk is, mindent dolgozgattunk. Hát mindenben benne voltunk, szerettem csinálni is, még mindent szeretik. Hát tetszik látni, hogy öreg vagyok, de nem tudok nyugodni, ha valamit nem csinálom. Azt látom, olyan csuda rendben van itt minden. Térjük még vissza a kedves férjére. Általában ugye az volt a szokás, ha megjöttek a gyerekek, akkor már a ifjasszony az nem dolgozott. Férjén... De én dolgoztam. Na, hogy? Ó, savót is adtam el a tejesznek, itten Füredén. Dolgozgattam úgy, úgy kaptam még azt a kis nyugdíjat. 500-at kaptam először, azt mondták erre, mert olyan szociális valami volt ez a munka. Azt kaptam, azt
csak lestem, azt mondta, nem kapok itt filés úgyse, mondom, 3500, megkönnyeztem Istenem, még annyit is kaptam. Autósz jött tovább, úgyhogy... Aztán gyarapodott lassan. Már most a fél, mint a férjemével, még volt ilyen földünk, azt még leadtuk, azért is kapok 2000 életjáradékot, nem sokat 2000, úgyhogy 120-at kapok így. Nyugdíjjal, meg a papája is hozzá van téve, 30, így van 120. Amikor összekerültek, akkor Pistának mi volt a munkája, hol dolgozott? Buszos volt. Buszos? Ilyen helyi járat, meg helyi közijárat sokat? Igen, munkásokat hordta. Igen, hordta a Halastóra, Hortobágyra, meg haza, ugye a Kaucsa, ahol laktunk, az emberek onnan mentek, azokat is hozta haza, a munkásokat hordta. Azt nem tetszik tudni, hogy kinek, tehát mi volt a munkáltatója? TSZ-nél, vagy halgazdaságnál? Hát, azt nem tudom még mondani, csak Hortobágyra volt az igazgató. Még Halastón is dolgozott, Hortobágy az együtt volt. Így nem tudom, a gyerekek, hogyha megkérdenénk, ők tudják. Marika néni, hogy éltek, amikor jöttek a gyerekek? Úgy értem, hogy anyagilag. Jaj, akkor még... Nagyon be kellett azt a pénzt. Nagyon be kellett, még olyan szegénység volt akkor. Miket ettünk? Görhelyt, árpa kenyeret. Szegénységén éltünk, akkor még, amikor összekerültünk. Most gondolkodom, hogy ez akkor a háború időszaka lehetett, előtte még? Előtte volt. Nagyon szegényre éltünk akkor, amikor összekerültünk. Az a kis föld, amit tetszett mondani, az mennyi hold vagy hektár volt? Így hold vagy másfél volt. Leadtuk, az adékapom azt a kis járulékot. Mi az egy fejlődik? De hogy tetszettek megművelni? Mi volt benne? Kukorica még, még rejpa még, krumpli még, mikor mit vettünk bele. Házi állatok otthon, ház körül volt. Ja, sok jószágunk volt, az is volt. Na, tessék sorolni. Csirke is, hízó is, még majdnem is hoztunk, de nem sokat otthon nem lehet itt tartani, itt emel ugye. Nem tanya, tanyán kiment a csőrhére, annak hitták, kiment a csőrhére, hazagyott, megetettük, bezártuk, tel nem is volt. Azt is fejtem is. Apró jószág, csirke? Csirke, jószág, minden. Kacsa, libo, tanya. Volt minden. Ez a tanya, amit tetszik emlegetni, ez Kócson volt? Igen. Vagy még Félhalmon? Igen. Kócson? Kócson. Mennyi ideig tetszettek Kócson lakni? Hány évig? Ó, gyerekek ott nőttek fel. Hát azt mondhassuk. Akkor az 10, 15? Hát 76-ban jöttünk be, akkor építettünk, 76-ban jöttünk be ide. Akkor már a család elment, már nem jött be egy se velem. Ezt a legkisebbet, aki ott hátul ült, nem a nagyobbik, a kisebbik, az még most is sokat dolgozik, szegény szajik. Sokat dolgozik, minden van, jaj, borzaszt ezek a gyerekeknek azért. De még nagyon szegény van. Görhelyzetünk, nem is tudják, mondom neki, mi kenyeret süttünk, árpa kenyeret, nem is adunk elő szegény, csak töltük meg mencejjel. Nem ilyen finom kenyeret, mint igen. Elég szegényű éltünk, mikor összekerült. Marika néni, Kócson születtek a gyerekek, de hogy éltek ott? Tehát hogy jártak például iskolába, vagy hát hol iskolába, ott volt helyben iskola. Igen, Kócson. Ott helyben, igen, iskola, aztán oda jártak. Milyen gyerekek voltak? Hogy tanultak? Hát egy kicsit rosszalkodtak, jobban is, de ugye, vagy milyen az anya, az egy kicsit fenyíti, hogy kikapol, akkor nem voltak olyan rosszak. De ki is kapott, szóval azért kapott a fenekére? Csak ennyi. Ennyire? Vagy csapdából, vagy ilyesre, ennyi is, és nem gyerek. Fenyíteni muszáj, de jó gyerekek is voltak. Még most is jobb jönnek, hogy anya, van egy kaja, van élni való. Minden rendben, mondom, rendben. Hát főzök én szépen magamnak. Kétszer-háromszor eszek meg egy liter leves. Kicsiket eszek, nem sokat eszek. Az jó, legalább nem kell minden nap főzni. Egyszer megfőzi az ember, és van, akkor úgy, elég tényleg. Reggel jó eszik, akkor is megeszem az ételt, mint melegítek, akkor is megeszem, vagy délben megeszem. Vagy olyan apróságot, valamit mindig eszek. Veszek azt, akkor eszek.
Még felhőzöm, igen, van, hogy marad leves, ha van, még marad, akkor felhőzök hozzá valamit, kitanálok. Most is van, mondom, hogy esznek a gyerekek, de már 1:45-kor járni is megy Egerbe, hazafele emelt Debrecenbe, úgyhogy fejjel mennek rögtön. Felhőztem körömpörköltet, nagyon szeretem. Igen, én nem. Nem? Nem az olyan férfias, zsíros nem, érted. Én még olyan jó, imádom, hogy azt szeretem azt a beőröset, mert a kövérét. A lányok ők itt aludtak akkor, vagy csak ma reggel jöttek? A lányom fél nyolcasról, a másik meg a kocsival jött. Ennek is van kocsia, csak uradt az unokának, hogy legyen a tiéd. Na meséljünk akkor az unokákról, beszéljünk róla. Jaj, köszönjük, szépek. Ez most diploma. Igen? Melyik egyetemen? Jaj, hogy mondjam meg, szülészeti. Az igen. Most doktorált le, Karcagomba. Kisbabát már előszülte. Igen. Ő volt vele. Jó, nagyon, nagyon bájos. És a többiek hol vannak? Többiek szétkerültek az országban. Ez a kisfiú még, ez az anyukája, apukája, most van itt kisjájuk, kisbobájuk. Ő az, aki most született? Igen. Igen. Még nem voltam látogatni, majd megyek oda is. Akkor gyarapszik szépen lassan a család. Sok unokák ezek. Jó, ez a kis huncut? Igen. A fiúk azok mindig huncutak. Az két fiú születik már. Milyen unoka? Unonoka? Vagy minek mondja? Ükunoka. Ükunoka. Hát nem is dép, hanem most már ükunoka. Igen, ott is le van, még csak is a szája van, ott is le vannak. Mondom, már több gyerekem van, mint ami. Rengetegen, mint unoka. Milyen gyakran látja őket? Egy évben egyszer találkoznak. Ez külföldön van, ez annak a fia, ugye a lánya, aki nem jött el, ez annak a lánya. Igen, mit csinál külföldön? Tanul még, vagy kiment dolgozni? Én nem tudom, valami gyerekekkel van ez, valami jó tanijáki, vagy gyerekekkel van. Külföldön van. Hát, kár, az mindig szomorú, ha mondom, ilyen lesz életek a gyerekek. Olyan bajos lesz, hogy ezt is sokan. Ó, hát milyen szép kis kiállítás már ez. Legalább hát, ha jönnek az egy, nem tudom, albumban is mennyi van. Rengeteg van albumban. Van vagy az albumban telve. Ezt mi ide raktam, mert olyan bajos lesz, hogy egyet minden. Nagyon jó ez így. Na beszéljünk egy kicsit a mindennapokról. Mikor 5 évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor mondta Marika, hogy fáj a lába, mert leesett a lépcsőn. Háromszor estem. Kétszer tessék el inni, úgy volt, hogy kétszer lecsúszom, biztos így mellé, mint a sarka. Igen. Lecsúszom, neki vágottam az ajtónak. Akkor másodszor megint lecsúszom, akkor nem volt semmi, vagy csak lecsúsz. Harmadszor még a kezem így, ez a kezem még így. Még tejre estem harmadszor. Úgyhogy nagyon vigyáznom kell. Akkor még tejre, négy kézláb. Mert hogy a felem bele nem ittem az a... Mert nyitva volt. Az az ajtó nyitva volt, hogy nem ittem bele a fejem. És egyébként hogy tetszik lenni egészségileg? Hát vérnyomás, mondom, vagy szívével? Ne, rendben van minden. Minden rendben van. Éppen mondom, hogy sévért nem visznek semmit, hogy idős vagyok. Mondom, hogy még sűrű sörít, vagy ki tudja. Nem azért, hogy ért akarok adni, hát olyan gyenge vagyok. Aztán, hát amúgy jó érzi magam, hogy voltam már úgy beteg, hogy a lábom miatt nem tudok menni, feküdtem. Lefekszik, tejvégzik, ezt csinálom. Kimegyek, kerülök egyet, kettőt, vagy valóban hűvös van egy kicsit valamit a kertben. Kicsit kapálgatni. Igen, mit csinálkozom? Ezt csinálom. Nincs olnap, hogy ne menjek. Véletlenül is, ha valami van már, akkor csípem lefelé. A kertnek rendbe kell lenni. Rendbe kell. Amikor 5 évvel ezelőtt itt voltunk, akkor olyan virágot hoztak, olyan rózsát hoztak a gyerekek, amit el kellett ültetni. Igen. Ebből tetszik emlékezni, meg vannak még azok a rózsák? Igen. Talán sárga volt az egyik, meg piros a másik? Nem, de így volna. Igen? Csak igen? Most azt mondom, hogyha egy hónappal hamarabb tetszenek jönni, ott olyan szép volt minden fele, ott is, itt is, előről is virágot, körül vagyok egész arányban az ajtói. 32
kettő rózsafoga. Ja, azok nagyon szépek. De mikor tulajdonképpen szinte egész nyáron, tavasszal elkezdenek ügyezni. Akkor mi veszít kérdés, mert akkor nem hajtsa a bimbo. Már hajtsa a bimbo, akkor megint virít, úgy többször virít. Még ki kisebbet van, amelyik tovább bírja. Hátul is van egy sor. Na megnézzük majd körbe-körbe a rózsákat. Más nincs is, ugye zöldséggel, ilyesmivel nem tetszik. Valamikor felássuk ezt a titene, amit látni a falon ültetne, de ilyen hordott felült van, mert majd tetszik látni hátul, milyen lent van a fel. Ez is olyan hordott felült van, merei végig, annyira lent volt. Azt azért magas fél kéne tölteni a járdán szigettel. 76-ben épp akkor jöttünk be. Mondom, hogy Istenem, sokat idejtem, drága jó Istenem, mondom, legalább ennyi gyerekem született, azért sikert, azt mondta, soha nem fog építeni, kaucsol minden, és én építettem akkor. Hát ez bizonylag dicsőség. Hát, tulajdonképpen összekuporgatni a pénzt rá, hát dolgozni, kínlódni. Igen, hát jószág volt, eladtuk hogy a hízót is, volt a legutóbb is, kettőt behoztunk, akkor egyiket eladtuk, elvitték félbe egyet hízót, félbe kettő vitt el volt vágni, perzseltük meg. Azt még volt nekünk is, levágtuk, úgyhogy jószágunk sok volt. Liba kacsa tanyán, akkor még a piruskával adtunk, az is tanya volt. A liba kacsa minden volt ott neki. A mi csirke is sok, azt adtam elfele. Vittük edekre, azt adtam elfele. Mert sok volt. De kár, mi nem beszélgettünk korábban a tanyákról, mert az olyan érdekes, hogy alakultak ki a tanyák, hogy éltek ott a családok. Hát azt ugye a gazdaság építette, aztán mutatták a lakásokat. Kaucson is, az mind a gazdasági lakásról. Igen, az állami gazdaság. Azért fizetni kellett valamit? Tessék? Marika néni, fizetni kellett azért a lakásért ilyen bérleti díjat? Vagy nem, ez ilyen gazdasági dolgozók laktak benne. Mindegyikben. Nem. Nem fizett. Most meg akik nyilván elgyöttünk, akkor még valahogy laktak benne, valahogy eladórót eladták. Úgy hallottam, hogy elég jó eladták. Tehát 2-2 millióért. Eladták, jó jártak mindig, mert nem tudtuk ebben, az is jó kis ház volt. Sokáig a gyerek ott nőttek fel. Még Fejzsé is onnan ment a járnom is. Hittük a rezes bondat, olyan szép volt. Az iskolában volt a tanítóbácsi, a papot is mondtuk, hogy legyen szíves, már jöjjön ki, inkább küldünk autót is, kijött, ott esküdtünk. Ez nagyon szép. Most megint divat, hogy háznál, vagy valami különleges helyszínen tartják az esküvőket. Hát mi nem is esküdnek. Csak összeállnak. Komolyan. Hát ez egy más dolog, hogy az régen, nekik, de most, nekik úgy jó. De most nagyon mondják megint, hogy aki akkor esküdjenek meg. Megint mondja a tévé. Hát csak az a szép. A legutolsó esküvő az kinél volt a családban? Valamelyik unoka? A legutolsó? A legutolsó, igen. Monoko? Igen, igen. Ahol tetszett lenni. Lakodalom. Hát, nem volt mostanában? Fiam. Hát azt hiszem, hogy a anyom, uram, aki Debrecenben lakik, azok meg mikor is esküdtek, nem tudom, a hámba esküdtek. Azok meg valami, valami sztár, valaminek hívják. Neviket nem tudom. Hát jó, úgy Debrecen. Ott laktak a szülei a férjének, aztán elmentünk busszal, hát csak a család, nagyon sok akkor nem csak a család, az ottan esküdtek meg a Debrecenben. Emel még itthon volt, emel a fiammal esküdött, a Rubikkal, kettő egyszerre. Az, igen. Ja, igen. Azt ilyen az jól megszervezték akkor. Jól megszervezték. Volt, akkor csináltunk egy sátor. Az igen, az a régi lagzik. Igen, nagy sátor, az abban értünk még, abban mulattak. Az is szép volt. Mind a kettő egyszerre esküdött. Jánom is, meg az Egeri, meg a nagyobbik fiam. Szépek ezek az emlékek, ezek megmaradnak, ugye, amikor együtt a család, igen, valami ünnepség van. Hát, jó volt a férjem is, mindig azt mondta, hogy ha beszélgettek valamiről, nem ember az a
azt mondja, ha egy nőt megver egy ember, az nem ember, ha bántsa az asszunk. Hát régen nem azért gyakran előfordult. Hát meg ezelőtt verekült. Megütötték a asszonyt. Sosi szólt, azt mondta, hogy milyen ember voltam, mert jó direik ember volt. Azt a szíve, az hittem, mint hogy rögtön elvitte. Úgyhogy hát azóta tetszik egyedül. Egyedül, 13 óta. Félik nagyon. No. Az az itt bennem van, nagyon félik maga. Ez bennem van. De mitől? Idegenektől? Vagy attól, hogy hát rosszul lesz? Hát látom a tényleg, hogy minek ültek, minek eljön, olyan, ez itt hát, fejlik, hogy megjönnek, az, vagy még folytanak, vagy erre sose tudni. Ó, Marika néni, erre a vidékre nem jönnek. Ó, nem mi? Vagyunk olyan gazdagok, hogy ide hát, közön nem tudom, sok menekül. Mi is jön, ez az egy tű fejlik nagyon. Ez bennem van, még bennem is lesz mindig. Mindegy, mondom, papa, gyere, vigyázz rám! Hát föntről most már biztosan vigyázz is a papa. Nem tetszik nekem a másik szobába, hogy ott esküdtünk, hogy a férjem milyen. Majd átmegyünk, azt nem tetszik nekem. Jó. Jó, köszönöm a beszélgetést, drága Marika néni. Jó. És mindenki azt mondja, hogy 100 év születésnapot is jövő vagy, köszönteni. Marika néni biztos, hogy itt lesz.